És ez nem 370, hanem 3700, jó? A szokásos napi feladatokat oldják meg a gyerekek a tanórán. Az egyetlen különbség a hétköznapokhoz képest, hogy most nem csak a pedagógusok, hanem sok szülő is bent ül a tantermekben. Más intézményekhez hasonlóan a Fazekas utcai iskolában is nyílt napot szerveztek. A mai nap elsősorban az óvodások, a nagycsoportosok szüleinek szól. Azt szeretnénk megmutatni, hogy milyen munka folyik az iskolánkban. Elsősorban azokhoz a tanítónénikhez várjuk őket, akik a leendő első osztályokban tanítani fognak, de ilyenkor mindig előfordul, hogy egy-egy szülő, aki már jövőre gondolkodik, ő is eljön, és ezért ez azt jelenti, hogy az egész iskolában nyílt nap van. Nálunk egy énekzene tagozatos osztály indul. Az érdeklődés, ahogy így már az előzetes felmérések miatt egy elég nagy létszámú osztályt fogunk indítani, terveink szerint 28 fővel, és hát mivel csak egy énekzene tagozatos osztályunk van, ezért egy osztályt. Hétfőn este a Kőkútban volt egy általános tájékoztató szülőértekezlet, ahol a szülők megtudhatták, hogy milyen egyáltalán a Kőkúti iskola, illetve mi a tagintézménye, milyen osztályokat indítunk, és hát nálunk ezzel a nappal elkezdődött az a programsorozat, amire szeretettel várjuk szülőket, gyerekeket egyaránt. Ez az első állomásunk. Szombaton lesz egy ovis ének és rajzversenyünk, és illetve ilyen kis testnevelés foglalkozás. Erre is nagy szeretettel várjuk majd a szülőket, és a jövő hét pénteken pedig egy iskolanyitogatót tartunk, amikor hát tulajdonképpen iskolába várjuk az óvodásokat és tanórákat, illetve szüneteket tartunk nekik, és ezt már csak a képességmérés fogja követni március elején, mert a mi iskolánkba úgy lehet bekerülni, hogy előtte egy ilyen énekzenei képességmérésen, irányultságmérésen esnek át a gyerekek. Elsősorban az énekhangjukra vagyunk kíváncsiak, milyen dalokat szeretnek, ritmusérzékükre vagyunk kíváncsiak, arra vagyunk kíváncsiak ilyen irányított beszélgetéssel, hogy mennyire motiváltak, mennyire érdekli őket a zene. Figyelünk arra is, hogy hogyan az íráskészségük milyen. Azért az énekzene tagozaton emelt szinten van az ének, és harmadik osztálytól már a kórus is kötelező, tehát ez bizonyos plusz terhet jelent a gyerekeknek, és azt gondolom, hogy ezt azok a kisgyerekek fogják tudni jól csinálni, akikben bent van az a késztetés, hogy ők nagyon szeretnek énekelni, és ezt szeretnénk mi, hogy olyan gyerekek legyenek az osztályunkban, akik tényleg ezt teljes szívből fogják tudni csinálni több éven keresztül.